Tisztelt kartali választópolgárok! A település fejlődését megélni, eredményeit, sikereit élvezni öröm minden itt, ott élőnek. Számomra pedig, ha életem munkájából hat évet ennek irányításával tölthettem. Önök bizalmat szavaztak nekem 2008-ban. Őszintén remélem, hogy elvárásaiknak meg tudtam felelni. Tény, hogy súlyos teherrel az előző időszakból örökölt Tetemes adóssággal kezdte meg a polgármester munkámat. Következetes, szigorú takarékoskodással, összefogással sikerült elérni a közös célt. Évről évre jobb kilátásokkal, adósságokat folyamatosan lefaragva, sikeresen jutottunk el a pénzügyi stabilitásig. Az elmúlt hat év legfontosabb fejlesztéseiről igyekeztem kiadványaimba számot adni azóta első fokon a verségi önkormányzattal szemben is pert nyertünk, ami kb. 80 millió forintnyi újabb forrást jelenthet a jövőben kartalnak. Minden fejlesztést a törvényes követelményeknek szakszerűen, átláthatóan a lehető leghatékonyabban vittük véghez. Kihozni egy települést a válságból óriási siker. Mindez nem történhetett volna meg önök nélkül. Tudom, milyen, feladatot vár, milyen, feladatok várnak még ránk, nem rövid a lista. Az ipari beruházások lehetősége munkahelyteremtés miatt az iparőzési adó fedezetével a fiatalok lehetőségének bővítése, a település környezetének szépítése miatt is létfontosságú. Mindenhez kérem az önök támogatását, bizalmát, hitét abban, hogy minden döntésem, minden cselekedetem, a közösség, az önök érdekeit szolgálja a jövőben is. Együttműködés, hitelesség, megbízhatóság. Ezek az értékek adnak erőt közéleti munkámhoz és a magánéletemben is. Bízom abban, hogy folytathatom azt, amit hat év alatt megalapoztunk. Kérem, szavazatukkal erősítsék meg október 12-én ezt a szövetséget. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.